Ha olcsó és megbízható magyar oldalról szeretnétek zsetont vásárolni, válasszátok a foodpark.com nevezetű weboldalt, és használjátok a Christian kuponkódot további kedvezményekért. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Christian vagyok, és ebben a videóban szeretnék nektek bemutatni 20 darab olyan ikonkártyát, ami esetlegesen megtalálható lesz a FIFA 20-ban. Nagyon sokan írtátok a Facebookos oldalamra, hogy mi lenne, hogyha különböző potenciális kezdőcsapatokat és egyéb dolgokat tennék össze nektek videó formájában. Ezek a videók is érkezni fognak, viszont először ezeket az ikonkártyákat szeretném nektek bemutatni. 20 darabot gyűjtöttem ki összesen, és nézzük az első játékost. Oliver Kahn az, akit választottam kapus pozícióba. Egy 95-ös összértékelést adtam neki. Én mindenféleképpen várnám, hogy a FIFA 20-ban még több és még több ikon kerüljön be, mert a 18-tól kezdve, ugye a 19-ben már még több ikon található a játékban, és szerintem ezt a vonalat követhetné az IE, hogy tényleg minél jobb és jobb ikonkártyák kerüljenek be a játékba, mert szerintem igenis van rá szükség. Na most, amit a Kahnról szerintem érdemes tudni, az az, hogy mindenféleképpen egy olyan játékos lenne, akit szerintem sokan használnának, mert az ikon kapusok között azt vettem észre, hogy inkább a játékosok a sima kártyákat válasszák, mint sem az ikon kártyákat. Azért, mert árérték arányban nem a legjobbak, illetve alapjáraton sokszor nagyon bagosra sikerednek, gondolok itt mondjuk a Yashinnak a kártyára, a Lehmann kártyára, nem igazán használhatóak, de azért szerintem, hogyha egy 95-ös összértékelésű Kahn megjelenne a játékban, akkor egyre többen használnának mondjuk ikon kapust, amivel a két úgymond középső hátvéd is sokkal változatosabb lenne úgymond a metában. Na most, amit fontos megemlíteni még, hogy az elnyert díjakat is összeszedtem a különböző játékosokról, fontos itt megemlíteni, hogy a FIFA évjátékos a díjon második helyezett lett 2002-ben Oliver Kahn, illetve a legjobb európai kapus díjat is négyszer elhódította egymást követő években. A következő játékos az Beckenbauer lenne, 20 darab játékost hoztam el tényleg nektek, úgyhogy annyira nagyon sokáig nem szeretném húzni, mert nem akarom, hogy mondjuk egy órán keresztül csak beszéljek a játékosokról. 94-es összértékelést adtam neki, 84-es futási sebességgel, 93-as védekezéssel, 90-es fizikával és 85-ös passzolással. Amit róla érdemes tudni az az, hogy kétszer lett aranylabdás, illetve az év európai labdarúgója díjat is elnyerte négyszer, ami azért elég jónak mondható. Szerintem a Ferdinand Desai, illetve a Maldini után a Beckenbauer lenne egy olyan prémium kártya a játékban, amit tényleg nagyon sokan használnának, akár profi, akár pedig nem profi játékosok között, mert szerintem egy hibátlan kártyáról beszélünk. A következő játékos az nem más, mint Philipp Lahm, ismételten egy német játékos, RB pozícióban nagyon-nagyon nagy hiány van a játékban, nehéz behibridelni például idén, gondolok itt a Dumfriesnek a TOTS kártyájára, mert az ikon RB között csak Zanetti van, aki tényleg úgymond használható, de őt is kevesen használják, mert még a sima TOTS lapok is jobbak tőle, viszont szerintem ez egy jó kis vérfrissítés lenne erre a posztra. És Philipp Lahmnak a statisztikáit nagyon nem kell magyarázni, 9-szeres Bundesliga bajnokról beszélünk, 7-szeres német kupagyőztesről, én szerintem ott a helye az ikonok között. A következő játékos az nem más, mint Vidicnek a kártyája, 5-szeres angol bajnok és 1-szeres bajnokok ligája győztes, 70-es futási sebességet adtam neki, 94-es védekezéssel, 98-as fizikával. Én azt gondolom, hogy ha ugyanarra épül a játék, mint idén épült, tehát hogy a középhátvédeknek nem kell olyan nagyon-nagyon magas futási sebesség, akkor szerintem a Vidicnek a kártyája használható lesz, majd ha esetlegesen bekerül. Aztán RB pozícióba érkezett még egy játékos, vagyis hogy érkezhet, Cafunak a kártyája, őt már évek óta várják, hogy bekerüljön az ikonok közé, 93-as futási sebesség, 86-os passzolás, 90-es labdavezetés, 89-es védekezés és 88-as fizika, többször is bekerült a 21. század csapatába, 2-szeres FIFA világbajnokról beszélünk, szerintem ő tényleg egy olyan ikonikus kártya ezen a poszton, hogy kötelezően be kell rakni valamelyik FIFA-ban. Ha nem is a 20-ban, de a 21-ben én már elvárnám, hogy benne legyen. Aztán tovább lépünk Xavira, ő egy spanyol nemzetiségű játékos, 8-szoros spanyol bajnok, illetve 4-szer nyerte el a bajnokok ligáját. Hát srácok,
Én azt gondolom, hogy a Xavinak a kártya a 93-as összértékelés kapna, de nem annyira használható kártya, szerintem legalábbis. De tényleg attól függ, hogy mi lesz majd a FIFA 20-ban esetlegesen a meta. Ugye nála nem mondható el az, hogy ez az all-around player, főleg a fizikája és a védekezése miatt, ő tényleg egy inkább támadó játékos. KTK-ban én tökéletesen el tudnám képzelni, főleg ezzel a 98-as passzolással és 94-es labdavezetéssel, viszont azért a védekező feladatokat nem igazán tudná ellátni, lehetséges, hogy vannak tőle jobb alternatívák is. Aztán a következő játékos az nem más, mint a brazil nemzetiségű Kaká, 92-es futási sebesség, 92-es labdavezetés, 90-es lövés, 88-as passzolás és 70-es fizika. Ő is egy nagyon-nagyon erős KTK-ról beszélhetünk, ugye aranylabda győztes, világbajnok játékos, úgyhogy maximálisan ott a helye szerintem az ikonok között, és az a támadó trió, hogy Ronaldo, Pelé, Kaká, hát én nem tudom, hogy mit tudnának ezzel kezdeni a játékosok, de valami iszonyatosan durva lapra lehet számítani, hogyha ő bekerül. Zidane a következő játékos, bajnokok ligája győztes, többszörös világkupa győztes, 95-ös összértékelést adtam neki. Ha esetlegesen bekerülne a játékba, akkor jól jegyezzétek meg, hogy én addig nem hagyom abba a játékot, amíg a Zidannal valamilyen projektet, vagy valamilyen úton módon meg nem szerezzük ezt a kártyát, mert nekem gyerekkorom egyik kedvenc játékosa, 84-es futási sebesség, 95-ös labdavezetés, 95-ös lövés, 97-es passzolás és 83-as fizika jellemzi ezt a kártyát. Brutális, brutális. Egyszerűen én azt gondolom, hogy Zidane be fog kerülni jövőre a játékba, ha nem így sikerül, akkor valami más alternatívát muszáj keresni, mert bővülnie kell azoknak az ikonkártyáknak. Aztán egy visszatérő játékost is ide raktam, ugye VA-nak a kártyája, aki már megtalálható volt az előző FIFA-kban, úgyhogy sok mindent nem akarok róla elmondani. Szerintem újra beletehetnék, fogalmam nincs, miért került ki a játékból, aranylabda győztes, 4-szer bekerült a FIFA álomcsapatába, és én szívesen látnám őt újra a játékban. Aztán bekerült még nálam Puskás Ferenc, természetesen 99-es osztályzatot adnék neki minden egyes értékelését, de ugye nem akarok itt messze menő következtetéseket levonni abból, hogy nyilván az IE-nek, hát hogy is mondjam, úgy kell gondolkodnia, hogy nem adhat azért ikonkártyáknak mindent 99-be, mert egyértelmű, hogy akkor arra menne rá mindenki, hogy na ezek a kártyák hú de baszók lettek, stb. Nem lenne úgymond létjogosultsága a különböző promócióknak, mint például a TOC-nak, a FUT10-nak és stb. Az elnyert díjakhoz igazából azt írtam, hogy 8-szoros nemzeti gólkirály volt és 349 mérkőzés alatt 358 gólt rúgott. Én azt gondolom, hogy Puskás semmiképp sem fog bekerülni a játékba, de őt muszáj voltam ide rakni. Már csak azért is, mert tényleg egy magyar játékosról beszélünk, és én nekem világ, amíg világ a világ, nekem ő lesz az egyik kedvencem, sőt, talán a legesleg kedveltebb játékos, akit így valaha láttam, meg könyvét kiolvastam, minden, amit el tudtok képzelni, úgyhogy nagyon nagy Puskás rajongó vagyok. Egyszerűen imádom ezt a játékost, és ha egyszer bekerülne a játékba, akkor biztos vagyok benne, hogy egy 20-30%-kal megnövekedne a magyar játékosoknak a száma a FIFA-ban, mert hát ő egy tényleg egy ikonikus magyar. Következő játékos az nem más, mint Cantona, természetesen neki is be kellett kerülnie, 93-as összértékelést adtam neki, 86-os futássebesség, 89-es dribbling, 93-as lövés, 83-as passzolás és 91-es fizika, 5-szörös Premier League győztes, aranylabda harmadik helyezett játékosról beszélünk, és egy Henry-Cantona párost mindenképpen kipróbálnék elől, mert szerintem iszonyatosan baszó lehet. Didier Drogba is számomra bekerült a top 20-ba, elefántcsontparti játékosról beszélünk, 92-es összértékelés kapott, 4-szeres angol bajnok, ő bajnokok ligája győztes. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy például egy Drogba be fog-e kerülni. Ugye nagyon nem volt még rá példa, hogy akik az elmúlt években hagyták volna abba a futballt, az esetlegesen bekerült volna, de én azért várom, hogy legyenek olyan játékosok is, akik például pár éve hagyták abba a futballt, és esetlegesen bekerülnek a játékba.
Azért az a 93-as lövés, illetve 95-ös fizika az mindenképpen jónak mondható. Ő is inkább ez a úgymond tömegesebb játékos testfelépítése, tehát a 88-as pace-t szerintem el lehet képzelni nála, de nem fog annyira gyorsan futni, mint egy vékonyabb felépítésű játékos. Aztán Pirlo a következő, akit választottam, 92-es összértékelésű, ugye olasz középpályásról beszélünk, négyszeres olasz bajnok és bajnokok ligája ezüstérmes. Talán nála éreztem azt a kártya készítésénél, hogy nem igazán egy prémium ikonról beszélünk, főleg a futási sebessége miatt, inkább ez az a fajta ikonkártya, aki jó lenne, hogyha belekerülne, mert megérdemli, de kevesen használnák. Tehát középpályán vannak olyan szintű játékosok, mint Hulit, Vieira, és még sorolhatnám a jobbnál jobb játékosokat, hogy szerintem a Pirlónak nem igazán lenne helye mondjuk egy nagyon fullos kezdő csapatban. Davids a következő játékos, aki természetesen helyet kapott, hát én beszarnék. Kis szemüvegbe feltotyogna a pályára, lefosnám a bokámat, hogyha tényleg a Davidsnak bekerülne a lapja a játékba. 89-es futási sebesség, 93-as dribbling, tehát labdavezetés, 89-es védekezés, 93-as fizika és 90-es passzolás. Többszörös olasz és holland bajnokról beszélünk, bajnokok ligája győztes. És tényleg egy olyan ikonikus alak már csak azért is, mert ez a szemüveg neki, ugye, ami volt mindig a pályán. Egyszerűen én, ha nem látom egyszer sem FIFA-ban, nagyon-nagyon szomorú leszek, mert az Edgar Davidsnak ott van a helye az ikonok között. Aztán ismételten egy olyan játékoshoz érkeztünk, Terryhez, aki hát nem mondható annyira baszókártyának, de véleményem szerint azért az ikonok közt ott van a helye. 53-as futási sebességgel szerintem nem sokan fogják használni, de ha ugyanaz lesz a meta esetleg, mint ebben az évben, hogy még egy 50-es futású játékos is utol tudja érni a csatárt, akkor akár lehet róla szó, mert 93-as védekező statisztikát adtam neki, meg 90-es fizikát. Nem tudom, én a Terrynek a kártyát annyira nem favorizálom, mert ott egy Blank, ott van egy Rio Ferdinand, stb., de én azért elnézném a játékban, hogyha esetleg játszani kellene ellene, vagy draftban kipróbálni, vagy ilyesmi. Aztán Tottihoz érkeztünk, újra egy olasz játékos. Én 73-as futási sebességet adtam neki, meg is indoklom, hogy miért. Azért, mert amikor már a vége fele közeledett a pályafutása, és úgymond kapott különböző speciális lapokat, akkor nagyon-nagyon lehúzták a futási sebességét, és nem hiszem, hogy mondjuk egy FIFA 17-18-hoz képest ő kapna mondjuk plusz 30 vagy akár 35 futási sebességet. Ezen felül én akkor is kipróbálnám mondjuk egy KTK pozícióban, vagy CF pozícióban, attól függően, hogy melyik felállások lesznek majd a jók a FIFA 20-ban. 92-es lövés, 90-es passzolás, 89-es labdavezetés és 84-es fizika, többszörös olasz évlabdarúgója, aranycipőgyőztes. Egy érdekes kártya lehet, én minden esetre azt mondom. Beckham is bekerült az ikonok közé, én őt mindenféleképpen várnám, de bizonyos információk szerint nem lesz benne Beckham sohasem a FIFA-ban, legalábbis mindaddig, amíg a PES-nek a reklámarca. Tehát állítólagosan fel kéne vásárolniuk a PES-nek a, minek hívják ezt, licenszét, és akkor ő bekerülhetne az ikonok közé. Hogy ez hogyan fog megvalósulni, vagy esetleg meddig szól a szerződés a PES-hez, azt nem tudni. Emiatt én nem hiszem, hogy be fog kerülni, de én szívem szerint a top 20-ban ott látnám Beckhamnek a kártyáját. Hatszoros angol bajnokról beszélünk, és 4 különböző országban is bajnoki címet ünnepelhetett. 85-ös futási sebességet adtam neki, 88-as labdavezetést, 94-es lövést, 97-es passzolás, 78-as fizikát. Mindenféleképpen lenne a Beckhamnek egy olyan kártya is, ami szerintem gyorsabb, de ugye minden ikonnak 3 kártyát szoktak adni, tehát van olyan, amelyiknél mondjuk a pace valamivel több, valamivel kevesebb, valamelyiknél a lövés több, lövés kevesebb, stb. Úgyhogy ez majd kiderül, hogy esetlegesen a Prime verziójának mennyi a futási sebessége.
Aztán egy brazil középhátvédet is választottam Lucio személyében. Itt véletlenül Bekemet írtam, uraim, a képre. Egyefene megessik, gyerekek, egy ilyen hiba belefér egy-egy videóba, a kurva életbe. Ne törődjetek vele, szóval Lucióról lenne szó. Világbajnok játékos, 86-os futási sebesség, 91-es védekezés és 92-es fizika. Szerintem egy nagyon-nagyon erős kártyáról beszélünk, és én nekem, hát lehetséges, hogy ott lenne azért a kezdőben. Lehetséges, hogy ott lenne a kezdőben, főleg akkor, hogyha mit tudom én, egy Roberto Carlos lenne mellette, vagy ilyesmi, össze lehetne úgy hozni a dolgokat, hogy pacek legyen mondjuk egy full brazil keret. Főleg, hogyha Kakát beraknák, ugye a Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Lucio, Cafu, Roberto Carlos sorolja. Még van az a kapus is, aki nem jut most eszembe, hogy hogyan is hívják, de az nagyon baszó lenne. Aztán a következő játékos, azt hiszem az utolsó előtti, a 19. játékos, a Szürsjár. 6-szoros angol bajnokról beszélünk, bajnokok ligája győztes, 84-es futási sebesség, 82-es labdavezetés, 87-es lövés, 64-es fizika. Nála is az a dolog megfontolandó, hogy vajon be fog-e kerülni a játékba, viszont ha bekerül, akkor ő is egy ilyen, hát gyengébb ikonok közé sorolható. 88-as összértékelést adtam neki, de menjünk is tovább az utolsó játékosra, aki ha más miatt, nem is a haja miatt biztos, hogy ő nagy legenda lenne a játékban. Valderrammáról beszélünk, remélem így kell ejteni a nevét. Többszörös évjátékosa különböző bajnokságokban és 3-szoros Copa America bronzérmes. 88-as összértékelést adtam neki, 90-es labdavezetéssel, 88-as passzolással és 61-es fizikával. Neki sem mondható azért annyira erősnek a statisztikái, de szerintem egy egészen jó kártyáról beszélhetünk. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi lett volna, amit így a 20 darab ikonnal kapcsolatosan el tudtam nektek mondani. Ha van olyan kártya, amit esetlegesen még betennétek a játékba, akkor azt mindenképpen a komment szekcióban jelezzétek. Valamint, hogyha tetszett ez a videó, akkor jelezzetek egy lájkkal, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban vagy élőadás formájában. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! We'll be right back.